Azt hiszem, hogy senkinek nem jutna eszébe az, hogy rám fogja, hogy futballszakértő vagyok. Puskás Ferencet azonban még nekem sem kell bemutatni. A foci legenda életútjáról nyílt meg az a kiállítás, amely december 18-áig ingyenesen látogatható a Szent István Király Múzeum Megyeház utcai épületében. November 17-én volt 10 esztendeje, hogy Puskás Ferenc meghalt. Megemlékeztünk róla a Szent István Bazilikában Budapesten. Április 1-én lesz 10 éve, hogy felvette az Akadémia Puskás Ferenc nevét, illetve pünköstkor rendezzük majd a 10. Puskás Suzuki kupát, az U17-es nemzetközi labdarúgó tornát. Ebből az apropóból ezt a 2016-17-es szezont a Puskás Ferenc 10 évnek nyilvánítottuk, és ennek keretében próbáltunk meg egy olyan kiállítás sorozatot indítani, amelynek első állomása Székesfehérvár, és mikor máskor nyitottuk volna meg, mint a magyar labdarúgás napján az emlékezetes 6-3, a Wembleyben elért 6-3-as győzelem alkalmából, ami 63 éve volt éppen pénteken. Az a célunk vele, hogy megmutassuk Magyarországon is a Puskás hagyatékot, mert több helyen járt már külföldön, ahol nagyon jól ismerik Puskás Ferencet. Óriási a respektje például Madridban, de Magyarországon talán kevesebbet tudnak róla érthető okokból. Ugye 1956-ban eltávozott külföldre, Real Madriddel érte el nagy sikereit, és ezekről be se számolhatott a magyar média, mert amikor például Frankfurt ellen a 7-3-as mérkőzésen 4 gólt szerzett, amit azóta sem tudott senki megdönteni ebben a sorozatban, nem is írhatták le a nevét. Puskás Ferenc hagyatékának nagy része Spanyolországból származik, még élt felesége Bözsi néni, amikor ez a Puskás intézet birtokába került. Ezen kívül találhatóak itt még az aranycsapat két játékosának, Gross és Gyulának és Buzánszki Ernőnek a hagyatékai is, mert ezeket is felvásárolta a Puskás intézet, amelyel az a célunk, hogy az egykori kiváló játékosok kupái, relikviái azok kiállításra kerüljenek, mert hogy eddig Magyarországon azért ez nem történt meg, és ezt az űrt próbálja meg betölteni a Puskás intézet. Egyfajta küldetésünk az, hogy a régi nagyokat bemutassuk. Vannak különleges dolgok természetesen, itt a mellettünk levő teremben található például Puskás Ferencnek a kék színű 10-es meze, amelyet a Real Madrid csak 1 évre adott kölcsön az intézetnek, ezt is elhoztuk ide, de a mi birtokunkban vannak például az úgynevezett Pichichi kupák, amelyet a gólkirályi címekért kapott Spanyolországban, a Beck-serlegek is megtalálhatóak, de van a honvédus időszakából például az 1951-es bajnoki címről egy zászló, az aranycsapat relikviái között rengeteg olyan dolog, amit szerintem sokan nem láttak.